Sziasztok! A mai videóban úgy döntöttünk, hogy kicsit elragaszkodunk a szokásos smink és ruha témáktól, és ugyanúgy a divattal fogunk foglalkozni, csak a mai videóban kollást fogunk készíteni. Ez egy sokkal-sokkal kreatívabb mód. Igen, most Vianának a glamour készítményét fogjuk felülni és tönkretenni. Ezeket 3 éve gyűjtegetem, úgyhogy elég durva kész. Tehát, hogy van konkrétan ennyi, ami elég durva, ha belemenne az ember. És A4-es lapokra fogjuk őket megcsinálni, még mindenki egy útközben eldönti, hogy éppen mi tetszik meg neki, és vagy mondja, hogy mi lesz a végeredménye, az valójában mindenketőnket szerintem elég érdekel, mert még most ilyen nincsen olyan nagy elképzelésünk, hogy konkrétan mit akarunk, hogy mi legyen a végeredmény. Igen. Úgyhogy, de majd úgyis láttok mindent, ugye, mert közben nem fogunk videózni, úgyhogy reméljük élvezni fogjátok. És akkor kezdjünk bele! Először is előkészítettük a magazinjainkat. Amire még szükségünk lehet, az egy fehér papír, amire ugye értelemszerűen fogjuk ragasztani a dolgainkat, egy olló és egy ragasztó. Ezután kezdetét vehette a képek kivágása. Az volt a metódusunk, hogy mind a ketten veszünk egy-egy magazint, és kivágjuk az összes lehetséges olyan képet, ami nekünk vagy a másiknak szüksége lehet, és így elég gyorsan tudtunk haladni. Persze így is elpepecseltünk vele egy csomó időt, de mégis sokkal gyorsabb volt, mintha mindenki csak a saját dolgára fókuszált volna, hiszen a csoportmunka itt is hatásos volt. Mivel mind a kettőnknek elég sok képe volt, azért nagyon fontos volt a tökéletes elrendezés. Hogy éppen mit hova fogunk rakni, a feliratokat és az apró kiegészítőket hova fogjuk felpakolni magára a kollázsra. És persze ezzel is eljutottunk egy csomó időt, de a végeredményét megérte. Nekem volt egy problémám a felragasztással, ugyanis nem gondoltam át ezt tökéletesen, és volt, hogy korábban leragasztottam olyan képeket, amiket még nem kellett volna, így a rétegezés nem volt tökéletes, viszont egy-két apró kivágással és plusz felragasztással kivédtem ezt a helyzetet. Készültek a műveink. Nem is tudom, melyikünk ér szerintem a jobb, nem tudom. Hát én most Instagramon elindítottam egy ilyen szavazást, amivel megkérdeztem, hogy kinek melyik tetszik jobban. Az ő követőit kérdeztem meg, hogy kinek tetszik jobban, ismétlem. Kinek adtam volna ki tésvédel, és csak akkor lelőttem volna a videó poénját, úgyhogy csak a sajátomra raktam ki, és itt eddig 44% szavazott a Violáéra, és 56% az enyémre. De majd még, hogyha változik az állás, akkor azt úgyis bele fogjuk tenni, szóval a videóba. Meg lesz majd képen, úgyhogy... Szóval mindketten egy-egy szín szerint csoportosítottuk őket. Hát ilyen, igen. Ugye Kitty természetesen a pink mániáját itt is belevette az egészbe. Csupa rózsaszín minden. Én pedig egy ilyen picit barnásabb, bézsesebb szín... meg a fehér. ...világot, igen. Meg a fehér világot választok. Tudom, hiszem elképesztően jól néznek ki, szóval... Igen, szerintem is nagyon jók lettek egyébként, meg tök jó volt így nem virtuálisan csinálni valamit, hanem így a kezünkkel vagdosni, keresgélni, ragasztatni. Igen. Nem tudom, én valójában, amíg miközben vágtam ki a formákat, és akkor így leraktam, így ledobtam így magam elé, teljesen random. Így akkor így elkezdett meg kinézni valahogy, és akkor az nagyon megtetszett, és akkor gondoltam, hogy ó, akkor ezt ilyenre fogom megcsinálni, hogy vannak ilyen háttérben ilyen nagyobb
dolgok, amik így általánosak, hogy elfedik a papírnak a fehér részét, és akkor nem is látszik semmi belőle. És azok így tök jól kiegészítik egymást, és lefedik egymást, és arra rakom rá az ilyen kisebb részleteket. Úgyhogy ezért ilyen nagyon-nagyon zsúfolt. Ennyi lett Tűnvog volna mára. Igen, majd mi kommentben mi? Írjátok meg, hogy melyik tetszik nektek jobban, vagy esetleg, hogy ti is szeretnétek-e hasonlót csinálni, és ha csináltok, akkor nyugodtan el is küldhetitek. Igen, mert nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk rá, szóval mi szerintünk még egy kis plusz inspirációt megtenni a ti ötleteitekből, szóval hát, amikor máskor csinálunk ilyet. És tényleg, hogyha szeretnétek, hogy még csináljunk ilyet, akkor nyugodtan írjátok meg azt is. Igen. Na jó. Reméljük, hogy tetszett a videó. Sziasztok! Sziasztok!